Jó estét kívánok! Újra temették a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen Slagta Margitot, a Szociális Testvérek Társasága alapítóját és a Magyarországgyűlés első női képviselőjét. 1920-ban volt ez a történet. Erről beszélgetünk majd. De előtte még arról váltunk szót, hogy a nemzeti emlékezet ápolása nemzeti identitásunk megőrzésének a kulcsa. A napokban tartották meg ugyanis az első nemzeti emlékezet pedagógiai konferenciát. A stúdióban pedig köszöntöm vendégeimet, Kisfaludi László közlelésért felelős államtitkár. Jó estét kívánok! Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját. Jó estét kívánok! Nánai Mihályt, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Valamint Görög Istvánt, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, hát ugye jó esetben valahogy úgy történik az emlékezett pedagógia, hogy ott ülünk a gyermekeink ágya mellett, mesélünk nekik mondjuk népmeséket, mondákat, elmondjuk nekik a saját történeteinket, a családi történeteket, amennyire csak vissza tudunk menni, az apák, nagyapák, dédapák, ükapák, szépapák, és még akár régebbi történeteket is, akinek van, és aztán utána jön az állam feladata, meg a nevelésé. Hogy van az? Utána milyen feladatok következnek, és hogy oldja ezt meg az állam, meg a nevelés? Azt gondolom, hogy a emlékezett pedagógia és egyáltalán a hagyományaink tisztelete és továbbvitele az kulcsa és alapvető feltétele annak, hogy magyarságunkat megőrizhessük. Olyan világban élünk, amikor komoly értékválság van a világ számos részén, és ami nekünk esetleg a mi generációinknak egyértelmű, mert otthonról hoztuk, olvastuk, tanultuk, az ma már átéltük. A mai generációknak átéltük, sokaknak így van, az a mai generációknak már nem evidencia. Mindig el szoktam mondani egy saját élményemet, hagyd tegyem meg ezt nagyon röviden itt is. Néhány évvel ezelőtt egy pedagógus továbbképzésen résztvevőjén 56-ról volt szó, és amikor az a kérdés volt, hogy mit tennének a résztvevők, mennének vagy maradnának a forradalom, a szabadságharc bukása után, akkor a legtöbben a kortárs kollégák közül azt mondták, hogy maradnánk, mert ide köt a haza, ide kötnek a barátok, ide köt a hagyományos család. És ugyanezt én megcsináltam végzős diákok között is, 12-esek között, és gyakorlatilag alig született ilyen válasz. Ez nem bűn, ez nem hiba, csak azt jelzi, hogy foglalkoznunk kell a kérdéssel. Hát igen, és azért közben, azért, ha jól értem, akkor 30-40 év is eltelt, tehát azért, ahogy korosodunk, azért mégiscsak jobban kötődünk a hazánkhoz, több minden szál köt ide bennünket. Igen, abszolút természetesen. Mi jól látjuk egyébként, bár a minisztérium nyilván a tartalom szabályozással és a jogszabályi keretek megteremtésével foglalkozik, de mi is jól látjuk azt, hogy mennyire más kommunikációs csatornákon kell szólnunk a fiatalokhoz. Ez egyébként a Nemzeti Alaptanternek a tavalyi megújításának az egyik kulcsa volt, hogy megtaláljuk ezeket az eszközöket, ezeket az izgalmas, élményszerű tevékenységeket. Hát, ha már tanterv, akkor szerintem jöjjenek a történelemoktatók, mert hogy nagyon nagy szerepük van, de tényleg másként kell szólni a gyerekekhez, mert ma már ebben a multimédiás világban hát az élő szó, hát bár, múltkor éppen 56-ról beszéltem kisiskolásoknak, 7-8 éves gyerekeknek is, és azt tettem, hogy egy mesét mondtam el nekik, amiben volt sárkány, volt gebe, amelyik aztán parazsat evett és tátos lett belőle, a legszegényebb és a legkisebb gyerek, és megértették a mondani valót. Így van, tehát átélhető történeteket kell a gyerekeknek adni, azt gondolom. Tehát nyilvánvalóan a történetnek számos hasznos és jól alakítható következménye van, kompetenciák, jelenértés, stb., de olyan átélhető történetek kellenek. Másról sem szólt a régi világ, amikor mitoszokat, stb. Szóbeszéd útján terjedtek és hallgatták meg. Ezek a történetek, amihez kötődni kell, valami olyan, amihez valamilyen érzelem köti a diákot. Érzelem meg jelképek. Szent Gotthárdig. Érzem meg jelképek, nem? Tehát amikor azt mondjuk, hogy parazsat evett egy gebe, azt mi talán felnőttként már nem értjük annyira. Mosogunk is, de egy gyereknek ez jelképi nyelven arról beszél, hogy valaki tényleg megtátosodott. Természetesen, és ezeknek bőven van tartom itt, akár azt gondolom még a történelmi hitelesség sem az elsődleges sem szempont, tehát nem történészeket képzünk feltétlenül, hanem ennek van egy célja, egy mondandója, és ilyen történetekkel átélhetőké teszik, és nagyon fontos, ugye modern pedagógiai tendenciák, hogy választható epohák, egységek, stb. És nem, ebből a szempontból azért van egy alapvető nemzeti emlékezeti kánon, vagy kincs. Tehát ha olyanokat mondok, hogy Mohács, vagy déli harangszó, vagy egyebek, ennek föl kell idézni a jól átélhető történeteket a diákok számára, és azt gondolom, hogy ez elsődleges feladatunk, és ez a Nemzeti Alaptanterv fejlesztésénél is szempont volt, hogy ezek a, mi úgy neveztük el, hogy közös kulturális kód, amiből a magyarság kifejthető, fölfejthető, megélhető, ezek megjelenjenek
lehetőleg már a felső tagozaton, és aztán nyilván középiskolába ebből építkezhet tovább bonyolultabb történetek felé, de ez tényleg az elsődleges szerepe. És visszakanyarodva, természetesen a multimédiás dolgok is fontosak, de az csak egy közvetítő közeg. Tehát első a tartalom, aminek meg kell ebben jelennie valamilyen módon, és még egy gondolat csak vissza, tehát bármilyen multimédiás dolog is lehet, de ha, amiről már főigazgatóról is beszélgettünk régebben, hogyha a helyben az ember ott van, ami a hagyományos 3D, tehát nem a multimédiás, annál erősebb még egy okostelefon sem tud lenni, azt gondolom, mint amikor az ember ott a saját porcikáival érzi a körülötte azt a teret, amiről éppen szó van. Mert hogy azt le kell szögeznünk, ugye, hogy a történelemoktatásnak az egyik elsődleges feladata az, hogy a magyar identitást egyébként az irodalommal, meg mondjuk képzőművészettel, néptánccal, népmese, monda és egyéb eszközökkel együtt, földrajzzal együtt megerősítse. Tehát identitás képző tárgy a történelem is. Természetesen. Tehát ez nagyon fontos. Hát nem véletlenül, hogy el akarják törölni egy csomó helyen, vagy el is akarták törölni, és súlytalanították a magyar oktatásban. Kötelező történelemérettségi az a régióban csak Magyarországon van. Amúgy ez egy állampolgári ismeretekkel és más hasonló ilyen jelenértési tárgyakkal választható blogban szokott szerepelni. Mert egyébként összetartozik, hát hogy értenénk meg a mánkat, hogyha múltunk az. Ez így van, viszont a mának az értése nem biztos, hogy megerőlegzi ezeket a közös történeteinket az elmúlt 1000 évből. Jó, hát minden esetre a jelképeinket, jelképrendszerünket azt át kell adnunk, mert az is az identitásunk alapja. Tehát, hogy magyar módon gondolkodjunk a világról, hogy őseink is tették, az nagyon szép kapcsolódni ebbe az 1000-1100 éven keresztül a nemzedékek összekapcsolásával zajló történetbe. Pontosan, tehát egyébként van olyan hihetetlen hátborzongató hangulata annak, hogy olyan jelképekről beszélünk, amiről adott esetben 500 évvel ezelőtt is valami eszébe jutott az embereknek. Hát igen, most például egy szabjavívó társaságnak egy zászlót készítettünk, ez Rínyi szigetvári zászlójának a mintájára. Ezek 6-11 év közötti gyerekek, akik majd ezt lengetni fogják. Zrínyi ezen zászló alatt rohant ki Szigetváron a katonái élén. Igen, azt hiszem ennél jobb példa nem kell. Hát igen. No, és most ugye van egy, a Slagta Margitról beszéltünk az imént, és van egy nagyon fontos történet, most ott van a Fiumei úti sírkertben már Slagta Margit is, az első magyar képviselőnő, eddig Buffalo-ban volt, ugye 1974-ben ott halt meg az Egyesült Államokban. De most itt lesz a sírja, lesz nyilvánvalóan síremléke, oda lehet menni, a sírjánál talán lesz egy ismertető, vagy QR kód és minden más, el lehet mondani a krédóját, az ott történetét, tehát nagyon fontosak a sírok is az emlékezet pedagógia szempontjából. Minden olyan kapaszkodó pont, ami a mai fiatal generációnak a történelmi előképeit megjeleníti, nagyon-nagyon fontos. Tehát például egy sírkelt azt a lehetőséget kínálja, hogy ott különböző történelmi korokhoz, ugye nálunk a Fiumei úti sírkertben 1849-től a kommunista diktatúra időszakát leszámítva a magyar történelem legnagyobb alakjai nyugszanak ott nálunk, és amikor az idegenvezetőink és a pedagógusok kiviszik oda a gyerekeket, akkor a sírhoz kapcsolódva nem azért, mert azt meg kell érinteni, mint egy várfalat, de rengeteg mindent el tudnak mondani. Látják azt, hogy Klapka György mellett fekszik egy Erkel Ferenc, és ők ott vannak rögtön Deák Ferenc szomszédságában. Hogy Slagta Margit is a többi szociális testvér, akiknek a rendjét tulajdonképpen ő hozta létre, és nagyon komolyat tettek le az asztalra a két világháború közötti időszakban, és aztán a második világháború után. Ők is ott vannak, rengeteg történetet lehet elmondani, meg lehet jeleníteni azt a személyiséget, akik az értékeit fontos, hogy a gyermekek megértsék és átéljék, és lássák azt, hogy egyébként a múltban számtalan olyan dolog történt, amit mi fel tudunk használni nem csak a jelen megértéséhez, hanem annak elkerülésére is, hogy a jövőben olyan csapdákba lépjünk bele, mint amiben a múltban az eleink bele kellett, hogy lépjenek. Talán pont a múlt kevés ismerete, vagy nem elégséges ismerete miatt. Az imént azt mondta, hogy a kommunista időszakot kivéve ott nyugszanak nemzetünk nagyjai, mert hogy a kommunista időszakban meghaltak, azok a 301-es parcellában vannak. Nem lehetett oda temetkezni. Tehát a kommunista hatalom átvétel után egészen 1990-ig nem lehetett a Fiumei úti sírkertben temetkezni. Ugye a Nemzeti Gyászpark, a 298-as, 300-as, 301-es parcella az új köztemetőben szintén a mi üzemeltetésünkben, fenntartásunkban működik, és ott az 1989-ben exhumált és beazonosított több mint 100 áldozat
mellett nagyon sokan nyugszanak még, ha valaki őket szeretné megtalálni, túl azon, hogy egyébként vannak a kommunista diktatúra áldozatai közül sokan nálunk is, például az 56-ban utcai harcokban elesettek is, illetve egy mellette levő parcellában pont a munkásmozgalmi mauzóleum mögött azok, akik 56-os hősök, de 56 után haltak meg. De a kommunista diktatúra lenyomatait egy nagyon jól kereshető adatbázisban kint ott a Nemzeti Gyászparkban lehet. A munkásmozgalmi mauzóleumban van olyan, akit most szívesen emlegetünk, vagy csupa olyan van, akit nem szívesen emlegetünk? Csupa olyan van, akit nagyon-nagyon nem szívesen emlegetünk. És éppen itt kollégáimmal most nyugat-dunántúli emlékhelyeket látogattunk meg ma, és pont arról beszéltünk, Sopronkőhídán jártunk, mert ugye Sopronkőhíd is az ottani börtön és a rabtemető jövő év elejétől csatlakozik a Nemzeti Gyászpark helyszíneihez is, mert hogy nem csak ott temettek el abból az időszakból mártírokat, hanem több helyen is vidéken. És az ottani pedagógiai módszerekkel nagyon szorosan meg lehet találni a kapcsolódást ahhoz, hogy a gyerekek megértsék személyes élettörténeteken keresztül, hogy mi történt abban az időszakban. És akkor jön Pákozda, dicsőség színhelye, ugye, ahol sírok is vannak egyébként Pákozdon is? Egyetlen egy sír van a Doni kápolnánál, hiszen a Pákozdi Katonai Emlékpark ez a törvényi megnevezés szerint is 1848. szeptember 29-ének. Bocsánat, én közben mutatom a kiadványt, amely készült Pákozdon. Az első Pákozdon. Győztes csatának állít emléket, de azt követően bemutatja a Magyar Honvédség történetének 170, most már így mondjuk 5 évét, hiszen 23-ban 175 éves lesz ez a történet. És az közötti, két időpont közötti fontosabb területeket, fontosabb eseményeket most már mind szemléltetni tudja a park, és ennek egyik eleme a Doni kápolna, ami emléket állít a Doni ősöknek, és azok közül egyet 1999. október 31-én ott temettek el az ország első számú vezetői jelenlétében. Ahogy akkor fogalmazott Göncz Árpád, ezzel kívánta lezárni a 20. századot, hogy legalább egy ismeretlen hős hazatérhetett, és neki állít emléket, ha úgy tetszik, ez az egész Doni kápolna. Bocsánat, ismeretlen, tehát tényleg nem is tudjuk, hogy ki ő, igen. Azt tudjuk, hogy magyar katona volt. Igen, természetesen. És ezért minden tiszteletünket megérdem nyilván akkor is, hogyha távol a határainktól esett el. Akik oda mennek, nyilván látja azokat a gyerekeket, akik oda mennek a kápolnához, meg az emlékhelyhez. Don és Pákozd, ugye a dicsőséges pákozdi csata, az időben nagyon távol van egymáshoz, mégis a gyerekek képzeletében, gondolataiban mi köti össze őket? Hát mondok ennél szélsőbbet, hiszen a 175 év kezdődött ennél az 1848-as eseménynél, és tart a napjainkig, hiszen mi emléket állítunk a békefenntartóknak, vagy éppen azokat a hős katonákat, akik adott esetben itt a békeidőben mondjuk az aknákat szedik, vagy az ismeretlen robbanó testeketől mentesítik az országot, ami minden nap komoly feladat. Én azt gondolom, hogy a gyerekeket élménypedagógiával tudjuk mi lekötni, és ezért is nagyon fontosnak látjuk mi, tehát a Katonai Emlékpark az most 10 éve emelt a törvénnyel nemzeti emlékhelyé az országgyűlés, de ezt megelőző egy évtizedben ott már egy Honvédség és Társadalombaráti Kör nevű civil szervezet kezdeményezésére folyamatosan folyt ennek az egész emlékhelynek a kialakítása. Ebbe olyan személyek vettek részt, mint dr. Gyurica Béla, vezérezredes politikai államtitkár pont az első kormány, Orbán kormányból, vagy maga a nemzetünk tanítója, Nemes Kürti István, akik megfogalmazták azt, hogy ennek a szervezetnek a legfontosabb feladata, hogy találjon utat a diákokhoz. És hát ez egy olyan sikeres tevékenység, hogy mi azért évente 20 ezer dedikált vendéget fogadunk még a rosszabb időkben is, és összességében ennek a jelentős része dedikáltan általános iskolás és család.
És nagyon fontosnak látjuk azt, ami a nyitó mondatában is megfogalmazott, hogy a családoknak legyen egy olyan helye, ahol lényegében leülhetnek, vagy végigsétálva ezen a parkon, meg tudják eleveníteni, a szülők át tudják adni azokat a tapasztalatokat, amiket ők is kaptak, vagy szereztek. Igen, azért azt is nyilván el kell mondanunk, hogy azért ezek az emlékhelyünk szerte a Kárpát-medencében vannak, tehát mondjuk az Úz völgyétől nagyjából talán ott kezdődnek, de hát lehet, hogy a Kárpátokon túl is, mondjuk a Donnál is ott vannak a magyar emlékhelyek, de csak a Kárpát-medencén belül maradunk, akkor is az Úz völgyétől egészen Nyugat-Magyarországig, már úgy értem, hogy most a határon túli Nyugat-Magyarországig is, ott vannak ezek a területek. Nem is tudom, hogy mindet ismerjük-e, de a gyerekekkel el tudunk-e menni legalább néhányhoz, a közeliek, vagy távolabbiakhoz, ön például jár a diákjaival. Hogyne, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, tehát nem csak maga az emlékhely, az, hogy egy élmény kötődik, amiről szó is esett, kimegy, levegőt szív, szép idő van, jó a hangulat, és közben a másik az autentikus tudás, tehát mindig óriási értéke van, amikor a diákkal szembe jön az ő saját valóságában valami, ami történelem. Tehát, hogy megy az utcán, és ott egy szobor, amiről egyébként csak töri órá hallana, de mégiscsak annál a szobornál találkozik, meg őről van elnevezve, nem tudom, ott randevúzik a BEM téren. No, pláne, hogy Aradon megy az utcán, ugye, ha pedig ráadásul oda is el szokta vinni a gyerekeit. Délvidékre szoktunk, meg Kárpátaljára is, óriási értéke van. Én nekem pont a műsor előtt beszélgettünk a helyettes államtitkár úrral, hogy nyilván ha egy párhuzamos valóságot elképzelhetünk, annak az lenne a legüdvösebb, ha ez olyan szinten épülhetne be tantervi módon, hogy nem osztálykirándulás vagy hétvége, hanem főműsoridőben a keddi harmadik óra, az a Pákozdi Emlékpark. Hát de tulajdonképpen minden igazgatónak jog van ahhoz, hogy úgy csoportosítsa az órákat, ahogy ő szeretné. Tehát azért ezt iskolán belül talán meg. Természetesen most is megvan a jó szándék. De lehet ezt még fokozni. Na akkor a célok és a jövő. Igen. Némi nyomást helyeznek itt rám, úgy érzem, a kedves beszélgetőtársak. Már is a jövőre is kitérek, csak egy gondolathoz hagyj kapcsolódjak én is a igazgató által mondottakhoz. Nagyon fontos valóban az, hogy élménypedagógiai módszerekkel, de van egy gyakori félreértés, ez pedig az. Látjuk, hogy a mai fiatalok, a mai gyerekek nagyon gyorsan habzsolják az információkat. Tehát ugye ez a szokásuk képernyő fogyasztókká váltak gyakorlatilag, és ezáltal sajnos a figyelmüknek a mélysége is elvékonyodott, sekélyesedett. Tehát valójában nem mélyülnek el sokszor az információ, csak átszalad rajtuk. Ez pont azért jó az ilyen dolog, és az élmény vagy emlékezetpedagógiai pont arra alkalmas, hogy elmélyüljenek, mert nem veszik észre közben az idő múlását, és lesz alkalmuk valóban igazi, mély, tartós tudást szerezni. Jövőről pedig akkor egy mondatot. Elsősorban is nem is szeretném főigazgató úrnak az érdemeit elvenni, hiszen ő az, aki fő motorja ennek a emlékezetpedagógiai kezdeményezésnek, de mi a magunk részéről a köznevelési szakterület is szeretné ezt támogatni. Nyilván a tartalomszabályozásban úgy gondolom, hogy nyitott kapukat dönget a dolog, hiszen megtörtént, megtették a kollégák azt, ami szükséges. A pedagógusok módszertani felkészítésében, módszertani tudásának gyarapításában, a jó példáknak a kézhez adásában van szerintem nagy lehetőség, hiszen hogyha a kollega ott látja a jól bevált, kipróbált módszert arra, hogy tudja eredményesen ezeket a témaköröket bevinni az oktatásba, az emlékezetpedagógián keresztül, akkor lesz ez igazán gyakorlati haszon. Most itt van a kezemben még egy kiadvány, Hazáért körút, és erről önt kérdezem most megint, mert hogy ön hozta ezt a kiadványt. Ez, a Hazáért körút, ez mi pontosan? A Katonai Emlékpark Pákozdon helyezkedik el, ez a Velencei tó északi partján van, és hogyha körülnézünk ezen a csodálatos tájon, akkor átnézünk a déli oldalra, vagy délkeleti oldalra, és hát ott megpillanthatjuk Vörösmarty Mihály szülőházát. Szembe velünk található Gárdony Agárd, Agárd pusztán, vagy akkori nevén Gárdony pusztán született Gárdonyi Géza, és tőlünk nem messze Kápolnásnyéken pedig a kastély úrnőjét Svejdel Annának hívták. Tehát ez mind-mind, csak egy-egy nevet említek, alkalmas arra, hogy elindítson egy gondolatot. És a gondolat az több éve megfogalmazódott, egy hosszú út vezetett arra, hogy ezt össze is tudjuk kötni, hiszen ezek különböző szolgáltatási egységek, de hál' Istennek Vörösmarty háznál elkészült felújítás, elkészült a Gárdonyi Géza szülőház felújítása, és újjáépült lényegében a Kápolnásnyéki halászkastély, ez mind ad lehetőséget arra, hogy ténylegesen korszerű helyeken, tiszta, modern helyeken megelevenítsük azokat a
most így mondom, hogy gondolatokat, amik azokon a pontokon vetődtek fel. Tehát így Vörös Marti Mihály szózatával kezdjük a programot, Gárdonyi Géza Egri Csillagval, nálunk természetesen a Pákozdi csatával és a honvédelem kérdéseivel, és a végén a csodálatosan felújított halászkastélyban pedig az önfeláldozásról lesz szó. Eznek az összekötés, ez egy napos, most így mondom, hogy élménypedagógiai körút. Ebben az évben sikerült ezt kidolgozni, a Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően 23 budapesti kerület egy-egy iskolája részére volt felajánlva az a lehetőség, hogy bekapcsolódjon erre. Ebbe is örömmel jelentjük, hogy 21 budapesti általános iskolai osztály bekapcsolódott. Úgy a tanárok, mint a diákok részéről pedig most nem tudok jobb szót mondani, hogy hatalmas sikert arat. No, hát akkor itt egy példa, ugye egy körút a Velencei tó körül, ha valaki oda megy, akkor komplex élményt kaphat, és tényleg időutazásban lehet része. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, jó munkát kívánok önöknek azon a helyen, ahol vannak. Ön pedig arra kérem, hogy maradjon itt velünk, mert Slakta Margittal folytatjuk, és a temetés, illetve az ő történetével. Slakta Margita a gyermekek, a nők és a családok védelme mellett kötelezte el magát politikusként is. Egész életében kiállt a keresztény és a nemzeti értékek mellett. Slakta Margit egyébként a Szociális Testvérek Társaságának alapítója, valamint az első magyar női országgyűlési képviselő. 47 évvel halála után Budapesten helyezték örök nyugalomra tegnap. A szociális gondozás megszervezése, a katolikus keresztény eszmék gyakorlati hasznosítása. Ezek voltak Slakta Margit küldetései már fiatal korától kezdve. Alapítója volt a Szociális Missziótársulatnak, majd a Szociális Testvérek Társaságának. Nőként, hívő keresztényként az 1900-as évek elején nem megszokott pályát választott. A politika eszközeit kívánta felhasználni, hogy megvalósíthassa szociális elképzeléseit. A szegények megsegítése, a szociális költségvetés növelése, kislakásépítés, fizetett szabadság, női egyenrangúsítás programjával lépett a politika színterére 1918-ban. Kedvesség és figyelem a másik ember iránt. Ez vezérelte hazánk első képviselőnőjét, amikor felszólalt a háború után kibontakozó önkényuralom kegyetlensége ellen az országházban. Erdő Péter Budapest esztergomi érsek Slakta Margit újratemetésén azt mondta, a képviselőnő életútjából és a körülötte lévő emberekhez való viszonyából az élők érzékeny, személyes szeretetet tanulhatnak. Az érsek kiemelte, Slakta Margit a gonosz felismerésében is az élen járt. Rádöbbent a szörnyű valóságra, hogy a kőrös mezőről Magyarországról kiszállított zsidók Kámenyec-Podolszkinál tömegmészárlás, népirtás áldozatai lettek. Vizsgáló bizottságot vezetett kőrös mezőre, és felismerte a borzalmas valóságot. Meglátta a gonosz működését a világban, ami több volt, mint emberi szenvedély vagy barbárság. Inkább mélységes csapda volt az, amiben az emberiség sokak gyengeségén és bűnén keresztül belezuhanni készült. Újra temetni megnyugvás, elégtétel és kétszeresen is kötelesség. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes azt mondta, gyakran vádolják a kormányt azzal, hogy sokat foglalkozik a múlttal. Szerinte egy konzervatív ember úgy tekint a jövőbe, hogy elődeit tiszteli és jelenvalóvá teszi törekvéseiket. A miniszterelnök helyettes leszögezte, ezért fontos az, hogy minden nemzethű ember, aki nem lelhetett otthont hazájában, végül végső nyughelyet kapjon Magyarországon. Slakta Margit is ilyen ember volt, politikai okokból arra kényszerült, hogy elhagyja hazáját, életét az Egyesült Államokban veszítette el. Semjén Zsolt hozzátette, Slakta Margit a 20. század legnehezebb éveiben női kvóták nélkül önerejéből volt a társadalom egy kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik a női méltóság elismertetése és védelme, a keresztény feminizmus követeléseinek megfogalmazása, amely világnézetében természetesen eltér a radikális feminista ideológiától. Margit testvér vallotta az emberi jogok kiterjesztését,
de a nők sajátos értékét és érdekét nem szakította ki, sem a természet rendjéből, sem a családból, sem a társadalomból. Slachta Margitot, a 20. század egyik meghatározó magyar női politikusát és emberi jogi aktivistáját, az első magyar országgyűlési képviselőnőt a Fiumei úti sírkertben helyezték végső nyugalomra. Folytatjuk tehát a beszélgetést Slachta Margitról, a stúdión pedig továbbra is köszöntöm Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját, és új vendégeinket, Német Emmát, a Szociális Testvérek Társasága Magyarországi elöljáróját, valamint Mészáros Józsefet, a Barankovics István Alapítvány elnökét. Jó estét kívánok önöknek is! Jó estét kívánok! No hát azt hiszem úgy fogalmazott Erdő Péter ezen a temetésen, hogy egy prófétát temetünk. Tényleg, ha megnézzük az 1930-as évek elején, közepén írt cikkeit, mintha előre tudta volna, hogy mi lesz 10 év múlva, 44-ben, 45-ben. Egészen elképesztő olvasni ezeket a dokumentumokat. Proféta volt? Mindenképpen. Én egy 20-as cikkét idéztem tegnap, amelyik a legvadabb bolsevizmust vetítette előre. Abból az ideológiából, ami már 18-19-20-ban tapasztalható volt. 33-ban, amikor még a háború itt nem látszott, csak a világ más részein, akkor már beszélt arról, hogy a földi pokol tűzét a Krisztusi igazságok megtagadása gyújtotta meg, és mi lesz ennek a következménye. De nem csak ebben a tekintetben volt proféta, hogy az ideológiákból sok mindent előre következtetett, hiszen nyilván nem láthatott, hanem abban is, ahogy az egyház szociális tanítását tulajdonképpen sok mindenben megelőlegezte. Második János Pál pápa mondta csak ki azt, amit ő többször elmondott, hogy hiába alakítjuk át a politikai és a gazdasági struktúrákat, mert mindegyiket az ember működteti. És ha az ember nem tér meg, és a bűn struktúráit nem alakítjuk át, akkor ezek nagyon tökéletlenül fognak működni, sőt, az is lehet, hogy bűnös módon fognak működni. Szóval proféta volt, de nem csak a 30-as, 40-es évekre, hanem 2021-ben is az. Így van. És ahogy elnézzük a világot, ahogy alakul körülöttünk, 22-ben is az lesz. Ki kezdeményezte a hozatalát egyébként? Önök, vagy együtt, közösen a Barankovics Alapítvánnyal és a Nemzeti Örökség Intézetével? Barankovics Alapítvány kezdeményezte, de nyilvánvalóan a szociális testvérek támogatásával, hiszen mégiscsak a szociális testvérek megalapítója volt Slachta Margit, és itt szerintem egy kiváló együttműködés alakult ki abban, hogy gyorsan és méltó módon tudjuk hazai földbe temetni Slachta Margit. Miért tartották fontosnak, hogy itthon legyen? Ennek több ugye oka az örökatyánál otthon van. Ennek több oka van. Ugye először is mindenki méltó arra, hogy végakarata szerinti földben nyugodjék, és Slachta Margit végakarata az volt, hogy ő hazai földben, Magyarországon szeretne nyugodni. De ez az egyik ok. A másik ok az, hogy itt elhangzott az ön szájából is, és a testvér szájából is, hogy ő mégiscsak egy proféta volt, és hát profitákra mindig szükségünk van. Tehát ő több, mint egy egyszerű ember számunkra, egy olyan fontos személyiség, akinek a tanításait mindig újra kell gondolni. Ugye Slachta Margit abban volt, nagyon sok dologban rendkívüli személyiség volt, nem csak abban, hogy az elméleti gondolkodása tevőleges ember szeretettel együtt működtette, hanem abban is, hogy az 1910-es években is képes volt újra gondolni az egyház tanítását és megfogalmazni a kornak megfelelően, a 20-as években is, a 30-as években is, a 40-es években is és az 50-es években is. És bizony ez számunkra most, ma, 2021-ben, 22-ben, 24-ben, 30-ban a mi feladatunk, hogy hozzá felnőve az ő inspirációjának megfelelően képesek legyünk a
kornak megfelelő nyelven elmondani az egyház tanítását, a kereszténység tanítását. Ugye a kornak megfelelő nyelven, de a kornak megfelelő nyelven kell, hogy beszéljen majd ez az emlékhely is, ami önöknél lesz a sírkertben. Hogy tudják mindazt érzékeltetni, amiről itt szó volt? Tehát a prófétaságot hogy lehet majd érzékeltetni ott a Fiumei úti sírkertben, a sírnál? Nem tudom, gondolom, majd lesz QR kód, meg ismertető, meg ilyenek. Hogy lehet ezt átadni? Én elsődlegesen most azt érzem egy óriási dolognak, hogy az újratemetés kapcsán Slakta Margit az érdeklődés középpontjába kerül. És tudom, hogy ez alapjában véve az ő eredeti habitusával nem teljesen egyezik, de mégiscsak pont az ő általa megfogalmazottak miatt óriási nagy szükségünk van ezekre a kapaszkodókra. Nekem, amikor ezen a munkán dolgoztunk, ami számunkra hatalmas nagy megtiszteltetés volt, mert az ember valahogy megérinti a történelem szere, amikor egy ennyire különleges személyiség ügyével foglalkozunk, akkor valahogy mindig eszembe jut az, amit az ember mondjuk T.S. Eliotot, vagy Chestertont, vagy akár Márton Áront olvasva érez, hogy olyan géniuszokról van szó, akik jóval az események bekövetkezése előtt láttatták azt, hogy a szekularizálódó Európa milyen irányba halad. És hogy pont ugye az előbb a nemzeti emlékezetről beszéltünk, és ezt hogyan lehet az ifjú korosztálynak átadni. Ezeket a figurákat, a történelmi személyiségeket hősökként kell megjelenítenünk. Tehát ő egy olyan hős volt a saját maga korában, akinek hihetetlen fontos hozzájárulása volt ahhoz, hogy égő fáklyaként a magyar társadalom elé tartsa azokat az értékeket, amelyeknek a kifordulása óriási veszélyekkel járhatott volna, és járt is sajnos. Tehát őt egy hősként kell megjelenítenünk. Egy csodálatos dolog volt egyébként az a döntés, hogy a budapesti rakpartokat II. Világháború zsidómentő személyiségekről nevezték el. És én Slakta Margit nevével sajnos csak akkor találkoztam. Annak ellenére, hogy egy hívő katolikus ember vagyok, és jártam csomó olyan helyen, ahol találkozhattam volna az ő nevével, de ez homloktérbe hozta már az ő személyiségét. Aztán láttam a Kassai Dómban az ő emlékhelyét, ugye a kassai származása miatt, de ez most lehetőséget ad arra, hogy akár ott a temetőben nálunk járó gyermekcsoportoknak ezt elmagyarázva, és természetesen a síremléket is úgy kialakítva, és a fókuszt ráirányítva, mert egy nagyon kiemelt helyen van a sírkertben, el tudjuk minden egyes alkalommal magyarázni, hogy 47 év után került hazai földbe valaki, akinek a személyisége, ha visszanézünk a háború előtti, vagy akár közvetlenül utáni időszakra is, már akkor hozzájárult a vasfüggöny lebontásához és a kommunizmus rendszerével kapcsolatos előzetes tevékenységét. Igen, tudja, az a helyzet, hogy én a 80-as években hallottam és Slakta Margit nevét, na de jobb lett volna, ha úgy nem hallom. Mert hogy történelem ezt akkor jártam. Volt. Hát elképesztő. Igen. Tehát, hogy erre a de tiszta... Bocsánat, azért rengeteg adoma is volt róla, ugye az egyetlen férfi a magyar parlamentben. Igen, persze, hát, persze. Ugye ezt mindenki mondta, tudta, igen. Meg ugye a Marosánnal való vitáit. Tehát azért ebből a szempontból, pedig én nem törtem szakra jártam, én egyszerűen matematikus vagyok, azért a hétköznapi életben ő, az ő emlékezete elevenen élt. Persze. Legalábbis abban a körben, amiben persze. Én mozogtam. De bocsánat, Csak azt próbáltam megvilágítani, hogy amit a hivatalos történetírás, vagy történet tanítás 90 előtt mondott róla, hát az homlok egyenest ellenkezett a valósággal. De hogy reflektáljak Mozart úr által elmondottakra, azért az is... Persze nagyon fontos, hogy a valakit a történeti személyiségében bemutassunk, de legalább ennyire fontos, hogy a munkássága az elevenen éljen közöttünk. Tehát, hogy képesek legyünk valójában megélni az ő tevékenységét. Akkor most kell mutogatnom azt hiszem a könyveket, igen. Ugye? Először is Slakta Margit beszédeit, most megmutatom a nézőknek. A gondolatkiadó együttműködésével a Barankönyvs Alapítvány fontosnak tartotta, hogy az újratemetés idejére ne csak ilyen tévéműsorok legyenek, hanem legyen mindenki számára olvasható anyag is Slakta Margit munkásságáról, és ugye még egy nagyon fontos elem az ő munkásságából, hogy ugye napjainkban
biztos ez a részben Kádárkor következménye, hogy a keresztények úgy gondolják, hogy a politika egy bűnös dolog, attól háttérbe kell húzódni, és keresztény ember nem vállalja fel. Hát Slakta Margit nem így gondolta. Pontosan, és ez egy nagyon fontos gondolat. Ő háromszor volt parlamenti képviselő, és háromszor hittel valva a kereszténység tanítását, súlyos konfliktusokat vállalt azért, hogy a keresztény tanítást képviselni tudja. És én azt gondolom, hogy ez mindenki számára, számunkra is itt, de a tévénézők számára is egy nagyon fontos tanulság. Menjünk az élet centrumába, ugye valahogy így fogalmazott annak idején, hogy oda akarunk menni, ahol a törvényeket hozzák, mert ott kell tennünk. Pontosan a megelőzésnek az a lényege, hogy olyan törvényeket, olyan struktúrákat kialakítani, ahol a krisztusi igazságok érvényesülhetnek, hiszen neki ez volt a legfontosabb, ha ezekbe a parlamenti beszédekbe beleolvasunk, különösen 45 után. Azzal kezdi mindig, hogy ő a krisztusi törvényeket, a 10 parancsolatot szeretné érvényesíteni a törvényhozásban, és levezeti a parlamenti beszédeiben, hogy mi történik, ha nem ez érvényesül. Éppen ma olvastam a 47-es parlamenti beszédét az indemnitási törvényről, és ennek kapcsán is ugye ez volt az, ami miatt őt aztán először kizárták a parlamentből felfüggesztvén a mentelmi jogát, mert azt vetítette előre, hogy majd emberanyaggal is kell jóvátételt tenni, ha az embert csak egy materiális jónak vagy eszköznek tekintik, és ott is, tehát ebből indul ki, és tulajdonképpen azt mondja, hogy az majdnem mindegy, hogy ezek a beszédek eredményesek lesznek-e vagy sem. Neki az a kötelessége, hogy elmondja és felhívja a figyelmet arra, hogy hova vezet az, ha az ember akar erkölcsöt meghatározni a másik ember számára. Akkor azt hiszem, hogy ebben a pillanatban kell megmutatni Slakta Margit krédóját. Ez lesz a következő lépésünk, mert hogy 1943-ban, amikor a szlovákiai zsidókat a Szlovákiában deportálni szerették volna, akkor ő elment Rómába a pápához. És rávette a pápát, hogy legyen kedves egy körlevélben szólni ez ellen. Meg is történt. Ez a körlevél, ez kijött, a szlovákiai templomokban fel kellett olvasni ezt a körlevelet, és el is maradt a szlovákiai zsidók deportálása Slakta Margitnak köszönhetően. És 1943-ban írta meg a világnézeti krédóját Rómában. Ebből halljunk egy részletet. Vallom teremtőnk atyaságában az embertestvériséget, az emberi egyetemességet, az Istentől függés mellett az emberi szabadságot, a viszonylagosság mellett az emberi önrendeltetést. Vallom, hogy embernek ember szervezett állam nem birtokosa. Ember embernek szervezetnek államnak nem tulajdona. Isten ellen nincs érvényes törvényhozás. Az ő szent akaratával szemben bűn a jogfosztás. Ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar. Földi hatalom meg nem tilthatja, amit Isten megenged. Nem parancsolhatja, amit Isten tilalom alá vetett. Hiszek teremtő atyánkban, mindenek urában. A krédó egyébként ennél lényegesen hosszabb, megtalálják különböző felületeken. Ha jól sejtem, a Vigília talán 1990-es számában is megjelent ez a világnézeti krédó, és a testvérek, és a testvérek honlapján is megvan. Úgyhogy ott is megtalálható. És talán már, mintha valamilyen felképezett formában is meg lenne, ugye? Vagy a csak testvérek készítettek róla egy kis kezdetleges videót, amit azért mi nagyon szeretünk. Jó, rendben, és ez is a honlapon megtalálható. Meg tudjuk mondani a honlapnak a címét? www.szocialistestverek.hu. De hát szociálistestverek.hu. No, akkor talán érdemes arról beszélnünk, hogy
hogy a szociális testvérek társasága most talán úgy hangzott el tegnap, hogy 3 kontinensen és 9 országban működik ebben a pillanatban. Igen, abban az esetben, ha tágabban vesszük, a társaságnak 3 ága van, az egyik a magyarországi központú ág, amelyik Kubában, az Egyesült Államokban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon működik, és föderációban vagyunk a Los Angeles-i központú szociális testvérekkel, ők is Slakta Margit által alapítottak, és egy ponton önállósodtak, ők Fülöp-szigeteken, Tajvanban, Mexikóban és az Egyesült Államokban vannak, és van még egy kisebb közösség, egy önálló ág Kanadában. És a gyökerei mindegyiknek ugyanazok, igen. És ugyanaz a tevékenységük is most, mint amit Margit testvérrel közösen annak idején a testvérek meghatároztak? Minden ágnak nagyon fontos a közszellemformálás, hiszen ennél fontosabb dolgot nem tudunk tenni, mint hogy az embereket ráébreszteni a valódi személyi méltóságra, arra, hogy hogyan érik el az igazi boldogságot, hogy azok a dolgok, amikkel találkoznak, azok hogyan ítélhetők meg. Számunkra nagyon fontos a Szentlélek Úristen, hogy a földi élet eseményeit valóban az örök igazságok fényében tudjuk szemlélni, hiszen enélkül könnyen eltévedünk burkolt és nem burkolt ideológiák keresztüzében. Ön is volt önkormányzati képviselő, ugye, Szombathelyen? Így van. 90 és 94 között, vagy később is? 94, 90 ugye? És 94 között, később köztisztviselő voltam, és akkor ez már nem fért össze. Na, akkor nézzük meg egy kicsit ezt az 1943-44-es időszakot, mert hogy mindenképpen érdemes erről is beszélnünk. Ugye arról beszéltünk már az imént, hogy 1930-as évek elején, sőt már 1920-ban pontosan látta, hogy mi következik majd. De amikor 1940-ben már és 41-ben tenni kellett, akkor ott volt a határon a deportált zsidók mellett, akkor már megírta a munkaszolgálatosok írta a levelét. És 1944-45-ben pedig tevőlegesen ott álltak a testvérek a zsidók mellett, és mentették őket. Igen, mentették a lengyeleket is első körben, és aztán 39-ben, később, ugye? Így van, és aztán később pedig a zsidókat, hiszen a krisztusi tanítás alapján az ember a legfontosabb, és az ember a teremtettsége okán, tehát semmilyen módon megkülönböztetést tenni ember és ember között nem lehet, sem faji, sem vallási, sem másmilyen alapon, mert mindannyiunkat Isten teremtett, ebből származik a személyi méltóság, és aki bajban van, legyen az szegénység, legyen az bármilyen más helyzet, ott Slakta Margit ott állt az emberek mellett. És emiatt először szóval, aztán világnézeti kurzusokkal, később pedig a konkrét menekítéssel is foglalkoztak a testvérek, hiszen, ahogy vallotta, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek. És aztán azt is hozzátette, hogy ezt tudjuk, hogy veszélyes, de nem számít, hiszen minek őrizzünk meg házakat, pozíciókat, amikor ezzel az örök üdvösségünket veszélyeztetjük, hanem szólalunk meg, és nem teszünk. És Isten ellen nincs érvényes törvényhozás, hogy ezt magunkkal vihetjük bőven a 21. századra. Itt van ez a könyv, amit már megmutattam, amit kiadtak. Ebben hány beszéd van összesen? Most zavarba hozott. Talán 73. Az 1920 és 22 közötti beszédei is benne, igen, vannak, és az 1945 utáni beszédei is benne, igen, vannak. Nyilván gondolom én, hogy a 47 utáni beszédek hát nagyon kevés lehet már. 45 és 47 között a viszonylag szabadabb vagy reménytelibb időben abból még több volt. Miről tanúskodnak ezek a beszédek? A beszédek egyszerűen a hétköznapi közéleti helytállásról.
És teljesen köznapi témákról is van szó benne, munkások jogai, nők jogai. Nők és jogai, nők női választójog. Tehát ugye minden közéleti kérdés, ugye a parlamentben időnként magasztos kérdésekről van szó, időnként teljesen hétköznapi költségvetési kérdésekről. Ugye De ott is megjelenik. A parlamenti tevékenységének az első szakasza az ugye a női választójog, a nők helyzetének javítása, szociális kérdések körében mozog elsősorban, míg az 1945-ös időszak, vagy 40 utáni időszak, az már a harc a kommunizmus árnyával. Ugye a készülődő kommunista hatalomátvétel árnyával való küzdelem, ugye az iskolák államosítása elleni állásfoglalás, a bélistázások ellen, tehát ugye a készülődő diktatúra ellen állásfoglalás, és itt ugye megint nagyon érdekes, hogy nagyon sok különböző stratégiát választottak ebben az időszakban. Voltak, akik ugye kvázi társutasként, voltak, akik gondolták, hogy egy darabig engedünk a gonosznak, és aztán majd megcsillapodik a dolog. Slakta Margit azon kevesek közé tartozott, aki konzekvensen mindig nemet mondott arra, ami a világ nézetével nem volt összeegyeztethető. Ugye ezért is mondta a hétköznapi nyelv, hogy az egyetlen férfi a parlamentben. Igen, ezt kétszer is mondták rá, 1920-ban is mondták, és kitartó volt, mert aztán 1947-ben vagy 45 után is mondták rá. Szerintem megint nagyon tanulságos, hogyha valaki konzekvensen képvisel egy elvet, és ugye ez elv történetesen a kereszténység, akkor ez nagy megbecsülést is jelent, és időnként keserves élethelyzeteket. A következő időszak az hogy telik majd önöknél? Mert most nyilván van ott egy friss sírjuk a Fiumei úti sírkertben, és már készülnek a tervek síremlékre és egyebekre, ezután adják a megbízást, vagy van már valami folyamat, amit látnak? Még nem látunk, de szerintem a következő hetekben ez egy közös munka lesz. Természetesen mi nagy örömmel veszünk részt a további folyamatban is, és segítjük mindenben azt, hogy Slakta Margit számára egy olyan méltó síremlék készüljön, ami vizuálisan is megjeleníti azt az értékrendet, amit ő képviselt, mert hogy egyébként egy olyan látható központi helyen van a sírkertben, ahol tulajdonképpen aki hozzánk kell látogat, mindenki találkozik vele. És nagyon fontos az, hogy mi fölhívjuk a figyelmet mindarra, amit ő képvisel, mert a sírkertnek valójában ez az egyik legfontosabb funkciója. Hát fel van adva akkor a lecke, mert hogy szerény is legyen, de azért figyelemfelhívó is legyen, el is mondja, hogy ott egy próféta fekszik, az első magyar országgyűlési képviselőnő fekszik, de közben meg ezt, mindazt, amiről itt beszéltünk, azt is érzékeltesse. Hogy lesz ez? Adtak már megrendelést valakinek? Nem, még ezen nem gondolkoztunk, az az igazság. Mostanáig az újratemetésre készültünk sokféle szinten, hiszen ez minket arra is hív, hogy visszakapcsolódjunk az eredeti karizmához még inkább, és ebben megint megújuljunk, ez egyébként napi feladata, hogy Szent Benedek hív bennünket arra, hogy naponta gondoljuk végig és újuljunk meg, de Margit testvér hazajövetele, ez egy különleges esemény ebben, és hát abban is, hogy 2023-ban lesz 100 éve, hogy ő megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, tehát ez a történet így a felkészülésnek a része lett, és hát síremléken őszintén szólva még nem gondolkodtunk. Jó, hát akkor majd közösen tudnak segíteni a társaságnak? Természetesen. Ez a feladatunk, és meg kell, hogy ismételjem, amit mondtam az elején. Engem és kollégáimat is áthatotta az a tisztelettel teli lelkesedés, ami ezt a munkát övezte, mert hogy nem minden nap jut számunkra ilyen feladat. És ami nagyon fontos, nem tudom, hogy ezt a megbeszéléseink során mondtam-e, hogy az az amerikai temetkezési
vállalkozó, aki a kinti adminisztrációt, az exhumálást és a hazaszállítást intézte, amikor megtudta tőlünk, hogy valójában kiről van szó, mert elküldtünk egy angol nyelvű összefoglalót, akkor kifejezetten megtiszteltetésnek érezte, és folyamatosan előttünk járt két lépéssel, hogy ő ezzel foglalkozhat. Tehát az a fajta értékrend és szilárd kiállás, ami Slakta Margit testvért jellemezte, ez messze túlhat egyébként Magyarország határain is. Annak idején 6200 amerikai sajtóorgánumnak küldték el a halálhírét, az Associated Press. Majd én még két könyvet szeretnék megmutatni. A katolikus, illetve a protestáns politizálás arckép, politikusok arcképcsarnoka. Milyen időszak? Ez is ugye a Barankovics Alapítvány kiadvány. Igen, ezt mindkét kötettel azt szerettük volna bemutatni, hogy a keresztény és a keresztjén politizálásnak jelentős hagyománya van Magyarországon. Erről nem szoktunk beszélni, de nagyon fontos. Slakta Margit is ebbe a folyamba illeszkedik bele, nyilvánvalóan kimagasló személyiség volt, de nagyon sok olyan személyiség volt, Kovrig Bélától, Giszven Sándoron át, Sós Gézán, hogy egy keresztény embert mondjak, akik helytálltak, és a keresztény társadalmi tanítást követve próbálták a közéletet alakítani. És hát hál' Istennek az utóbbi nagyjából 10-12-15 évben most már a rendszerváltoztatás utáni tehetetlenségünket is feladtuk, és sorra jönnek ki az életrajzok, sorra születnek meg róluk a művek, tehát úgy látszik, hogy végre meg lehet ismertetni őket a magyar társadalommal is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ma este. Ugye azt vigyük magunkkal, hogy Isten ellen nincs érvényes törvényhozás. Jó, akkor köszönöm szépen a ma esti beszélgetést, és önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy ez itt a kérdést látták. Műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az ez itt a kérdés következő adásában a kommunista rendszer pszichiátriai visszaéléseiről beszélgetünk. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!